Önkéntes szervezetek vonultak ki hétvégén Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ elé. A mentálhigiénés műhely szervezésében létrejött program célja az volt, hogy bemutassa, hogy a Tolnai megyeszékhelyen az önkéntesség mekkora szerepet játszik az emberek életében. Több száz civil szervezet működik, akik közösségi szinten szolgálják embertársaikat különböző módokon az élet különböző területein. A Tolna megyei Korib Horgolók csapata már hosszú évek óta járul hozzá munkájával a koraszülött babák fejlődéséhez az általuk készített színes horgolt polipokkal. Minden évben olyan 1500-2000 darabot szoktunk országos szinten leadni, hogy a babáknak jusson. De egy nagyon jó kis csoport jött össze, a fiatalabbaktól az idősebbekig horgolunk, és akkor itt adjuk át a tapasztalatainkat. A nap folyamán, hogy az önkéntesség fontosságára, szépségére és értékeire is felhívják a figyelmet, szintén önkéntes munkával léptek fel azok a szereplők, akik énekkel, zenével, mozgással gazdagították a napprogramját. A rendezvény zárásaként a Hála Gála keretein belül osztották ki a Szomjú György díjakat is. Az alapfeltétel, hogy több évtizeden át végzett, kitartó, olyan áldozatos önkéntes tevékenységet végzett az emberek körében az a személy, illetve az a szervezet, hogy erre felfigyeltek. És ezért felterjesztik őket, alkalmasnak tartják erre a díjra. A szekszárdi szegényeket segítő néhai Szomjú György kovácsmesterről elnevezett díjat a civil szervezetek felterjesztése alapján a mentálhigiénés műhely és a civil szervezetek közössége adományozza példaértékű munkát végző egyesületeknek és személyeknek.